Térdés bokaműtétei miatt a Rioi Olimpia és a Budapesti Cselgáncs VV közötti évben csak kettő versenyen indult. A világbajnokságon a 32-ig jutottam, legutóbb a Zágrábi Grand Prix már bronzérmes lett, 57 kilóban. Karakas eddig a vendég. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt e, Hát azt mondanám, hogy a kérdésem, hogy a sérüléseknek már nyoma nincs, vagy hát nyomuk azért, az már mindig lesz? Nyomuk mindig lesz, most jelenleg. Szerintem pozitív stádiumban van, és elkezdett fejlődni, aminek nagyon örülök, mert a VB a előtt még két hónappal úgy volt, hogy elég komoly gondok vannak, nem fejlődött szinte semmit az izom rajta. Ezt én arra vezetem vissza, hogy hogy azért egy jó négy évvel, tehát hogy én szalag nélkül edzettem, és annyira megszokta az idegrendszerem az, hogy hogy nem használom a, a jobb lábamat, és ezt teljesen ki így az egész életemből, ugye nem szándékosan, hogy, hogy nagyon nehéz volt újra ezt bekapcsolni. Ha visszaforgatnád az időt, akkor lehet, hogy nem vártál volna ennyi időt? Szerintem vártam volna, mert azért az olimpia 5. és olimpia 7. szerintem megérte. Uh -huh, tehát az megérte. Na de ha azt mondom, hogy teljesen egészséges vagy, akkor az a te esetedben mit jelent? Mert hogy azért eléggé megkínzott téged az élet, szóval a, a fájdalom az már mindig ott lesz az sport mellett? Nagyon bízom benne, hogy nem, mert tényleg ez a, most döbbenek rá, hogy olyan dolgokat nem tudtam csinálni, mint hogy például hogy nem tudtam futni, vagy nem tudtam sprintelni, vagy olyan dolgokat, ami, ami azért az erőálló képességet is fejleszti, nem tudtam azzal foglalkozni, hogy, hogy gyorsaságfejlesztés, mert ö, tényleg egy, egy lábbal kellett edzenem, és... Ö, ezért is volt furcsa, amikor visszajöttem a műtét után, és ugye mondták, hogy szépen lassan elkezdhetek gyúdózni, de azért vigyázzak, hogy, hogy ne csinálják forgómozgást a térdemmel. Hát nekem ez teljesen simán ment, mert megszoktam, hogy a bal lábomat használtam, ami ugye nagyon-nagyon negatív, és uh -huh. nagyon, nagyon nehezen uh, kiiktatható. Na most a hazai világbajnokságra mondhatjuk azt, hogy inkább csak a szíved vitte? Ö Mondhatjuk igen, szerintem nagyon nagy csoda kellett volna ahhoz, és nagyon nagy szerencse, hogy hogy én ott érmes legyek, nagyon erős volt a mezőny, mindemellett én az utolsó két hónapban gondolom azt, hogy tényleg úgy tudtam készülni, ahogy kell, nem mondom azt, hogy nem voltak mindennapos fájdalmaim, de tényleg egy pozitív irányba elindult az egész történet, ami, ami megadta a motivációt is, és... Én, én a világbajnokságon egy nagyon jó formát el tudtam érni, sajnos nem, nem túl kedvező volt a, a sorsolásom se. Ugye másik meccsen már kiemeltel mentem, akivel én ráadásul elég nehéz meccseket szoktam, szoktam vívni, úgyhogy nekem ő, ez a lány, koszó nagyon, nagyon nem fekszik. Úgyhogy sajnos ez lett a vége, de, de nekem nagyon pozitív volt az, hogy egy az, hogy le tudtam újból fogyni, tudott realizálódni az, hogy hogy úgy tűnik, hogy be tudom vállalni még 57 kg azt az elkövetkezendő három évet. Plusz ö, egy olyan fantasztikus élmény volt ott versenyezni, ami, ami nagyon meglökte a motivációt. Tehát ö, a, mindegy a helyezés, ö, nem kellett volna várni, jó, hogy ott voltál, ott kellett lenni hazai közönség előtt, és ez elszántabbá tett a folytatásra igen, olyan meccseket vívtam, ami, ami, teljesen pozitív volt számomra és az edzőm számára is, még mindazokkal, akikkel beszéltem, azt mondták, hogy évek óta nem láttak engem ilyen felszabadultan és ilyen így judózni, ami másik meg az, hogy úgy tudtam felállni, hogy, hogy, nem volt teher és nem, nem nyomást éreztem a közönségtől, hanem azt éreztem, hogy doppingolnak. Azt mondd meg, hogy ha már szóba hoztad ezt a bizonyos 57 kilót, meg hát beszéltünk a 63-ról is, mi itt a, a, az igazi dilemma? Mekkora nehézségei vannak a, az 57-nek, mint mondtad, azt most úgy tűnik, hogy eldöntötted, és menni fog az, hogy 57-ben menjél el Tokióig. Ö, igen, tudja, egyre idősödök, és azért a, a szervezet nehezebben tolerálja azt, hogy, hogy sanyargatom, másik meg az, hogy én féltem attól, hogyha, ha lefogyok, ugye akkor üzet ezt a szervezetem és a, a térdemnek, ez, ez, nem lesz túl jó, de, de semmilyen problémát nem éreztem, plusz két éve már Somogyi Kovács Anitával dolgozok, ő a dietetikusom, és megbeszéltük, hogy megpróbáljuk. Pont kint voltam Japánban egy edzőtáborba, ahol kicsit lejjebb ment a súlyom, nagyon meleg volt, nyáron, volt, nagyon sokat edzettünk, és akkor valahogy így eldönt, vagyis hát eszembe jutott az, hogy mi lenne, hogyha esetleg lefogynék, ugye jobban ismerem az 57 kilót, ö, teljesen más lenne egy 63 kiló új emberek, nem is tudtam magam hova tenni, mivel ugye nem, nem mérkőztem még velük nagyon, és, ö, és abba azért egy, egy, jó év kellett volna, mire beleerősödök, plusz a komfortérzetemnek is valahogy ez a 60-61 kiló, ez, ez jobb. Hát egy kőkemény diéta, de úgy gondolom, hogy Valamilyen szinte ráállt a szervezetem, és ö, vagyok annyira motivált, hogy ezt, ezt be is tartsam, és hogy az utolsó egy-két napot úgy kibírjam, hogy, hogy a, a, a nem jó részét már át tudjam veszni. Világos, de akkor inkább az ismerős, mint az ismeretlen, azt mondta. Uh -huh. Na most Zágrábi Grand Prix dal, Bronzérem. milyen mezőn gyűlt össze? Azt hiszem, 18 induló volt a súlycsoportodba, hogyha a világbajnokságot vesszük? Hát, ha a világbajnokságot veszük, akkor gyenge mezőn gyűlt össze azért az elejéből voltak pár, az angol, aki harmadik lett a világbajnokságon, most is, most is, indult, és második is lett, a japánok azok ott voltak, szinte mindenhol ott vannak, ugye, akik a, a, világbajnokságon nagyon taroltak, nem az első vonallal, nem is a másodikkal, de, de azért egy, egy, egy jó mezőny összegyűlt a középmezőnyből sokan, nekem inkább ez lelkileg jött nagyon jól, nagyon nagy terhet éreztem a, az első két mérkőzésen nem is ment jól a judó. Ugye edzésből is mentünk, kicsit várattabb is voltam, nem, nem volt olyan formaidőzítés, mint ugye egy világbajnokságra, de, de nagyon, nagyon nagy tárként éreztem meg azt, hogy, éltem meg azt, hogy, hogy annyira szerettem volna ezt az érmet, hogy, hogy iszonyatosan görcsös voltam, de, de a lelkemnek viszont nagyon kellett az, hogy, hogy végre fel tudjak mutatni egy érmet, is, és tovább tudjon lökni azon a, azon a sok nehézségen, ami, amin keresztül mentem, és még, még tudjon egy kicsit lökdösni előre. Na most, ahogy mondtad, nehezen is indultál be, aztán elérted a, a, az üzemi hőfokot. Igazából az igazi nagy ellenfél a német lány volt? Ö, igen, úgy gondolom. Az oroszlány lány eléggé kellemetlen számomra, mert nagyon pici és nagyon erős. Nem is mentem még vele versenykörülmények között, és azt, azt a meccset nem tudtam megoldani, de ahogy ahogy ott megvolt a vesztes meccs, és ugye akkor már nyolcban voltam, nem estem ki, akkor leesett egy, egy teher rólam, és utána meg, már, utána meg már egyre jobban élveztem. Előtte, megmondom őszintén, a szőnyegen való létem az ilyen borzalmasnak tűnt, tehát belülről úgy éltem meg, hogy... hogy Katasztrófa az egész. Tényleg, tényleg. És volt a verseny alatt is egy ilyen, egy ilyen kis lelki ingadozás, hogy, nem is a verseny nap alatt, hogy vajon jó lesz ez így, vagy nem lesz e nem lesz jó, de aztán Istennek, amikor leesett a teher, akkor, akkor, akkor azért jól ment, és, és ö, olyan úgy tudtam koncentrálni, például a német lányal, hogy egy 8 perces meccsen volt, ami azt mutatja, hogy azért, azért ö, sikerült fejlődni, és sikerült ö, ö, olyan szintre ö, olyan szinten tartani magam, ami, ami azért elég jónak mondható. És ugye erre mondtad, hogy most már lehet rá alapozni a továbbiakra, és mik lesznek azok a továbbiak, szóval mi vár rád a közeljövőben? Jövő héten elutazok két hónapra Japánba, ott szeretném bepótolni azt a mennyiségű küzdelmet, ami ugye a, az elmúlt egy évben nekem hiányzott. Plusz elindulok majd a Tokiói Grenzlemen, és akkor ezzel zárom az évet. Tehát ez akkor a szokásos japánitúra, mondhatni, mert hogy a cél, ha már Tokióba zárod az évet, Tokióba szeretnéd ugye a 2020-as menetet is zárni, és gondolom, hogy azon a harmadik olimpiádon szeretnél igazán nagyot alkotni, nem? Igen, ez, ez a cél. Ugye idén az volt a cél, hogy a lábam olyan szintre jusson, hogy tényleg tudjak rá alapozni, és reálisan tudjak gondolkodni az olimpiába. Jövőre kezdődik a kvalifikáció, addigra szeretnék egy olyan formát elérni, és azokat a ö, hiányosságokat bepótolni, amik, amik ugye a sérülés miatt nem, nem ö, tudtam elvégezni. Motiváció megvan, úgyhogy még egy kis szerencse kell, és akkor, akkor úgy gondolom, hogy ö, hogy tényleg úgy indulhatok neki, hogy tiszta lappal és, és ö, reménykedve. Sok szó esik szabályváltozásokról a cselegánsban, technikákról, mihez, hogyan kell alkalmazkodni, az esetben inkább az a kérdésem most, hogy a féllábú karakas hedvighez képest a kétlábú karakas hedvignek milyen technikai változtatásokra lesz szüksége? Igen, hát érdekes, hogy így beszélünk róla, hogy a féllábú és a kétlábú, lehet, hogy nekem féllábban jobban megy a judo, mint két kétlábban, ez majd kiderül, de... Nekem ugye a világbajnokságon volt a második köhessenem, hogy, hogy az új szabályok ö, szerint gyúdóztam, ami kicsit azért furcsa volt számomra, de hát ugye az a cél, hogy nézhető legyen. Én nem gondolom úgy, hogy, hogy gátolna, ö, vagy bármi nehézséget okozna, de hozzá kell azért szokni. És végül azt mondanák, hogy ha belegondolsz ebbe az újabb olimpiai ciklusba, még három év kőkemény munka, akkor lelkileg mi az, ami a legnehezebb ebbe számodra? Hogy tudod, hogy mi áll előtted, és hát abban azért vérvelíték, fájdalom sok munka lesz. Hát én egyáltalán nem így tekintek rá, úgy tekintek rá, hogy már csak három év és mindjárt itt az olimpia, tehát azért nagyon gyorsan telik az idő, és akkor már 30 éves leszek, tehát valószínű szép lassan majd az abbágyáson is kell gondolkoznom, úgyhogy én, én, még ezt a három évet szeretném kielvezni. Hát akkor azt mondt, kívánom neked, hogy érmek szárnyán röppenjel odáig gyorsan az időben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.